reggelt! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Futszálcsarnok épül Tolnán, folyamatban van az építkezés ütemezése. Komoly veszélyeket rejt az energiaital, fontos a figyelemfelhívás. Megelőzték az illegális találkozót, gyorsulási verseny megrendezését akadályozták meg a rendőrök Szekszárdon. Divat bemutatót szervezett a Dombóvári Középiskola. Bemutatkozott az Eszterházi Miklós Technikum a Művelődési Házban. Új futszálcsarnok épül Tolnán. Az idén 20. születésnapját ünneplő Tolna-Mözsi Futszálsport Egyesület az országban Debrecen mellett elsőként építhet a programnak köszönhetően ilyen létesítményt. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programján belül támogatja az építkezést. Új csarnokkal gazdagodik a Tolna-Mözsi Futszálsport Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően. A támogatás elismerés az Egyesület számára, a választás nem véletlenül esett a tolnaiakra, a beruházást a klub több évtizedes kiemelkedő munkájáért és eredményeiért kapta. Erről Simon Ferenc, az Egyesület elnök helyettese beszélt bővebben. Országosan elismert a itteni futszálsport élet. Nyilván elsősorban a hölgyeken keresztül, hiszen 2004 óta szereplünk egyedülállóként az első osztályú bajnokságban, de a férfi futszalunk is egyre ismertebbé vált, és ugye a dél-dunántúli régióban talán mi vagyunk a legkiemelkedőbb olyan sportszeret, aki a futszállal komolyan foglalkozik, komoly tömegbázissal. Volt, amikor több mint 150 sportolónk volt itt. Az Egyesület már tervezi az építkezés ütemezését. A folyamat nem lesz egyszerű, sok munka és feladat vár a klubra a létesítmény elkészültéig. A legjobb elképzelés, a legjobb forgatókönyv az lenne, hogyha jövő év elején el tudnánk kezdeni az építkezést, és abban az esetben, ha források folyamatosan rendelkezésre állnak, akkor van esély arra, hogy talán jövő év végén a csarnok használható is lesz, de még egyszer hangsúlyozom, hogy rengeteg munka előzi meg azt, hogy ez valóban így valósuljon meg. Az épülethez látványtervek is készültek, a komplexum új, modern és 21. századi lesz. A hazai és az ide látogató vendégjátékosok és szurkolók korszerű körülményekre számíthatnak. Ez egy szabvány futballpályát fog tartalmazni, parkettaborítással 21-es méretben. Lesz egy 200 fős lelátó a csarnokban, illetve a kiszolgáló létesítmény, öltözők és egyéb olyan berendezések, ami szükséges a csarnok működtetéséhez. Simon Ferenc elmondása szerint a projekt fő célja az utánpótlás korosztályú gyermekek bevonzása. Abban bíznak, hogy ez a csarnok vonzó lesz a fiatalok számára, és a számítógép elől kimozdulva napi 1-2 órát futszállal töltenek el. További célkitűzésük a lány utánpótlás korosztály mellett a fiú szakák fellendítése is. A beruházás költsége 650 millió forint, amelyhez 460 millió forint TAO támogatásból, 190 millió forint szponzori támogatásból érkezik. A program kapcsán helyi támogatók segítségére is számítanak. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúira emlékezünk október 6-án. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvédtisztjét, és Budapesten az első független felelős kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost. A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, a kegyelet kifejezéseként fél árbócra engedik a nemzeti lobogót. Betiltanák az energiaitalok fogyasztását a 18 év alatti fiatalok körében Magyarországon. Az ezt kezdeményező politikusok szerint egy átlag serdülőnek nincs szüksége stimuláns koffeinre és az energiaitalokban lévő extra cukormennyiségre. A koffein bár átmenetileg fokozza a figyelmet, a vérnyomást és pulzust is emeli, túlzott fogyasztása ezért egészségügyi kockázatot rejt. Hollik István és Nacsa Lőrinc a közösségi médiában jelentették be javaslatukat, miszerint betiltanák az energiaital fogyasztást a 18 év alattiak körében Magyarországon. A döntést a gyermekek védelmének érdekében vezetnék be. Hát a gyerekek nálunk igazából nem nagyon adunk nekik. Tehát nálunk ez nem valósul meg, de látom a gyerekeket az utcán mászkálni, és soknál van, igen, energiaital. Sajnos. A szakértő szerint a fiatalok energiaital fogyasztását illetően azt is figyelembe kell venni,
hogy ezeket az italokat sokszor alkohol mellett fogyasztják, ami fokozott veszélyt jelent. Én azt vettem észre, mint a divatba is jött volna, tehát már trendi dolog ezeket. Bezzeg az én időmben is szokták mondani fiatalként maximum kávét ittuk serkentésként. Most bejöttek ezek is. Ezekről azt kell tudni, hogy az energiai italok igen magas koffein tartalmú, általában cukrozott, hát üdítő italok, ízfokozókkal, ízesítőanyagokkal, vitaminokkal van keverve. Tehát a lényeg itt a magas koffein tartalom. Bár az energiai italok nem okoznak függőséget, de abban már igenis komoly szerepük lehet, hogy valaki az alkoholt így sokkal gyorsabban megkedveli, és egyre gyakrabban fogyasztja. Bizony magas vérnyomást, szívritmuszavarokat, szaporos szívverést okozhat, alvászavarokat, hiszen belezavar az alvás ébrelét körünkbe is, tehát alvászavart okoz, depressziót, nyugtalanságot, de ami igazán komoly veszély az, hogy a rejtett szívhibákra úgymond ez ráerősített, tehát akár a vérnyomás fokozása, illetve a szívritmus megváltozása révén. Azonban nem mindenki hisz a tiltás erejében. Hát különben igazából végül is ők fogyasztják a legtöbben, 18 év alatt fogyasztják a legtöbben, viszont a kávé ugyanúgy ott van mellette, szóval bár mondjuk ezt az íze miatt sokan nem szeretik. Valahol jogos, valahol meg úgy érzem, hogy amúgy is van rá más mód, hogy ők ezt használni tudják, szóval nem hiszem, hogy ezzel változni fog bármi is. Az Országos Mentőszolgálat adatai alapján az is megfigyelhető, hogy az elmúlt 4 évben évi 100 olyan esetet rögzítettek, ahol 18 év alatti gyermeket túlzott energiaital fogyasztás miatt kellett orvosi ellátásban részesíteni. Új szabályozást vezet be az Agrárminisztérium a borászat ágazatban. 2023. november 16-ától egyes borászati termékek mentesülnek a reprezentációs adó megfizetése alól. A szabályozás az üzleti célú reprezentációra és üzleti ajándéknak megvásárolt termékeket érinti abban az esetben, ha azok oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátottak, és a terméket közvetlenül az azt megtermelő borásztól vásárolják meg. Az intézkedést az egész európai borpiacot érintő értékesítési nehézségek hazai piaci szereplők általi leküzdése, valamint a minőségi borok értékesítésének növelése érdekében hozta meg a kormány. Egy gyorsulási verseny megrendezését akadályozták meg Szekszárdon. A rendőrök az interneten szereztek tudomást az eseményről. Végül több tucat autóst ellenőriztek, akik közül 4 kisebb jogsértések miatt figyelmeztettek. 3 fiatalnál pedig drogot találtak az egyenruhások. Tolna vármegye útjain is elszaporodtak az ilyen és ehhez hasonló szabálytalankodó sofőrök, ezért tavasz óta folyamatosan ellenőrzéseket tartanak a rendőrök országszerte, hogy megelőzzék a balesetveszélyes manővereket és versenyeket, emellett, hogy kiszűrjék az ittas és bódult sofőröket. Emellett a balesetveszélyes manővereket, a versenyeket is próbálják megelőzni az egyenruhások. Néhány napja egy az interneten szerveződött csoportra lettek figyelmesek, ahol illegális autóverseny szervezése zajlott. Az eseményt Szekszárd egyik nagy áruházának parkolójában akarták megtartani. Számos információja volt kollégáimnak is arra, hogy Szekszárdon, Tolna vármegye központjában is különböző illegális gyorsulási versenyeket szerveznek időszakosan, ezért folyamatosan figyelték a közösségi média felületet. Szeptember végén, az elmúlt hétvégén kollégáim azt tapasztalták, hogy újra meghirdették ezt a rendezvényt, ezért erre egy fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést szerveztek. Emiatt az egyenruhások a Tolnai vármegye székhely különböző pontjain fokozott ellenőrzéseket tartottak, és minden gyanús sofőrt megállítottak. 3 fiatalnál drogot is találtak a rendőrök, velük tesztet is végeztek, ami pozitív értéket mutatott. Az este folyamán az autók kipufogó rendszerét és a járművek ablakaira felhelyezett fóliák fényát keresztő képességét is bemérték. Volt 4 olyan autós, akik kisebb szabályszegést követtek el, ezért velük szemben figyelmeztetést alkalmaztak kollégáim. 3 helyszíni bírságot kaptak, és volt egy olyan járművezető, aki olyan műszaki állapotban lévő autóval közlekedett, amely nem felelt meg a feltételeknek, ezért azonnal intézkedtek arra, hogy a baleset veszélyes helyzetet teremtő autóst kivonják a
forgalomból, ő ne közlekedhessen ezzel az autóval, mind vele szemben, mind pedig az autó tulajdonosával szemben szabálysértési eljárást indítottak, és az autónak a forgalmi engedélyét is bemondták. Az egyenruhások felhívják a figyelmet arra, hogy a jövőben is a lakosok biztonsága érdekében mindent megtesznek azért, hogy minél kevesebb balesetveszélyes helyzet alakuljon ki Tolna vármegye útjain. Divat bemutatót tartottak a Dombóvári Művelődési Házban csütörtökön délután. Az Eszterházi Miklós Technikum szervezte az eseményt, ahol az intézmény tanulói mutatták be a különböző öltözékeket. Az iskolában a ruhakészítőktől a vendéglátóipari szakmáig széles a képzési paletta. Erről is képet kaphattak az eseményre ellátogatók. Divat bemutató a Dombóvári Művelődési Ház színpadán. Az Eszterházi Miklós Technikum tanulói a modellek. Az iskolában már évek óta képeznek szakembereket a ruhás szakmákban. Az iskolában már több mint 40 éve a ruhás szakmák tanításával, oktatásával foglalkozom. Kezdetben női szabokat, férfi szabokat tanítottam, aztán technikusokat, és ma nagyon-nagyon sok felnőtt képzésben résztvevő hallgatónk van, akik visszajönnek és divatszabó szakmát szereznek az iskolában. Korábban már tartottak divatbemutatót, mondja az intézmény vezetője. Ezt a divatbemutatót azt hiszem, hogy 4 éve csináltuk meg először, és akkor még igen szűk körben voltunk, tehát a mi tanulóink vettek részt, tehát ők ültek lent a nézőtéren. Most terjesztettük ki, most lettek meghívott vendégeink, most lettek kis táncosok. Tehát igazából akkor volt talán a főpróba, és most csináltunk egy nagyobb, ha lehet azt mondani, sót, de igazán jól éreztük magunkat, tehát azt hiszem, hogy azért rendszer lesz belőle. Ételek, édességek a terített asztalon, ezeket is az iskola tanulói készítették. Ez az iskola Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában van. Ez az Eszterházi Miklós Technikum Szakképzőiskola és Kollégium, rengeteg szakmát kínálunk. Egyébként a divattervező, illetve a női szabó, az a kreatív ágazatnak a szakmája, és a kreatív ágazaton belül mi nagyon széles spektrumon dolgozunk, mert színpadtechnikusokat, vagy színpadvilágítástechnikusokat is képzünk, mondjuk ott a József Attila Színház például a külső partnerünk. Tehát igen, elhagyjuk az iskola falait többször is, és nagyon-nagyon sok szakmát kínálunk a gyerekeknek. Ezek közé tartoznak a vendéglátóipari szakmák többek között. A divat bemutatón egyébként a dombóvári cégek, szabóságok, ruhakészítők termékeit mutatták be a fiatalok. Regionális híreink következnek. Csecsemő táplálás, mentorálás. Pécsi orvosok kutató, oktató munkáját ismerték el. Manipuláció, reklámok, sorozatok káros hatása. Hogyan kerüljük el a befolyásolást, a függőséget? MCC előadás. Somogy vármegyei haditorna verseny döntője. 9 iskola, 11 csapata indult idén. 2 pécsi gyermekorvost is díjaztak. A Magyar Gyermekorvosok Társasága a Pécsi Gyermekklinika igazgatójának kutató munkáját ismert el, amely nélkül ma már nem lehet teljes a csecsemő táplálás. A másik pécsi díjazott, dr. Sándor György, az oktatásban nyújt kiemelkedő teljesítményt, ami segít az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok felkészítésében. Nyilván az a lényeg, hogy akiket ellátunk, ő velük kapcsolatban azért valamennyire át is beszéljük. Egy rezidens hallgatja Sándor György doktort a körzeti rendelőjében. A gyermekorvosnál tapasztalják és tanulják meg, mit is kell tenniük az alapellátásban. Hát abszolút jól érzem magam itt ezen a gyakorlaton. Úgy érzem, a doktor úrtól nagyon sok mindent tudok tanulni, hogy a többi kollégám is, aki járt a doktor úrnál, mind az alapellátás, mint helyszín tekintetében, vagy mint a gyerekek vizsgálatánál, diagnosztikájánál az alap eljárásokat nagyon el tudjuk sajátítani. Éppen ezért a tevékenységért kapott Veres Gábor mentordíjat dr. Sándor György a Magyar Gyermekorvosok Társaságától nemrég. A értéke az óriási, különösen amiatt, hogyha azok a fiatalabb kollégák jelölése javaslat alapján ítélték oda, akiknek oktatói munkával, vagy oktatói munká révén találkoztam, dolgoztam együtt,
ez ami a legértékesebbé teszi őszintén szólva, hogy ilyen forrásból érkezett. A gyakorlaton a gyermekorvoslásnak egy részét tudják bemutatni, de ez egy fontos rész. Kifejezetten arra figyelünk, hogy azokat a szempontokat, ami különbség egy kórházi klinikai munka és az alapellátásban végzett munka között, ezeket végigvegyük, illetőleg, hogy hát dolgozzunk azon, hogy az együttműködés minél zavartalanabb legyen. Tehát nagyon nagy értéke az ilyen találkozásoknak, hogy úgy alakul ki egy szakmai kooperáció, hogy látjuk egymás munkáját, ők megismerik azt, hogy az alapellátásban milyen szempontok alapján, mikor küldjük a szakellátásba, vagy éppen kórházi ellátásra a gyerekeket. Vagyis az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok felkészültsége múlik, hogy a beteg gyerekek a megfelelő szakorvoshoz kerüljenek a gyógyulások érdekében. Ez már a Pécsi Gyermekklinika folyosója, a várakozó kicsikkel, szüleikkel. A klinika vezetőjét is díjazta a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Kerpel Frónius emlékéremmel jutalmazták Decsi Tamás professzort. A 2000-es évek elején a Magyar Gyermekorvosok Társasága úgy döntött, hogy egy emlékérmet alapít Kerpel Frónius emlékének a megőrzésére, amit két évenként ad át a Magyar Gyermekorvosok Társasága egy olyan tagjának, aki a gyermekgyógyászati tudományos kutató munka területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Hát ilyen módon jutottam én hozzá 2023-ban ehhez az emlékéremhez. Decsi professzor kutatásának köszönhető, hogy ma már nem maradhat ki egy fontos anyag a csecsemők tápszeréből. A 90-es években kezdte el kutatni ezt. Az úgynevezett hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak a női tejben jelen van, az akkori anyatejpótló csecsemő tápszerekből viszont teljesen hiányzott. Nagyon sok oldalról közelítettük meg munkatársaimmal ezt a kérdést, számos tudományos közlemény született, és nagy-nagy örömömre 2020-ban odáig jutottunk, hogy az Európai Unió területén immár kötelező az egyik ilyen hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavat, a dokozahexénsavat hozzátenni az anyatejpótló csecsemő tápszerekhez. Enélkül a vegyület nélkül nem kerülhetnek forgalomba ezek a tápszerek. Ez pedig a professzornak és munkatársainak köszönhető, ezt a kutatást ismerte el a szakmai társaság. Hogyan hatnak ránk a sorozatok? Milyen praktikákat használ a média és a tömegkommunikáció azért, hogy észrevétlenül átalakítsa a gondolkodásmódunkat? Ezekre és hasonló kérdésekre kereste a választ Balatoni Mónika előadása Pécsen. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja adott lehetőséget az előadó és a hallgatóság gondolatainak kicserélésére. Ne tartsuk jelentéktelenek azt, hogy minden vizuális inger hat az emberi elmére, mondta Balatoni Anikó, az MCC Médiaiskola kutatója Pécsi előadásán. Ha tudatosan tesszük, ha nem, akkor is elraktározódik azon a Winchesteren, amelyet úgy nevezünk, hogy emberi elme, fogalmazott az előadó. Érdemes ezekről a hatásokból gyakorlatilag önmagunk számára azokat felcsippenteni, és azokat az infókat begyűjteni, ami számunkra valóban hasznos. Azaz olyan tartalmakat fogyasztani, esetleg néha elcsendesülni, elnémulni, visszafordulni saját magunkhoz, ami nem engedi, hogy elszakadjunk teljesen a valóságtól és a valóság érzeteitől. Az online média térhódítása által mindenki számára bárhol és bármikor elérhetővé vált a mainstream kultúra. Ennek következménye az elmagányosodás, valamint olyan másodkézből szerzett tapasztalás, amely már nem a valóságot tükrözi, hanem egy másik személy által módosított manipulatív tartalmat. Az, hogy mennyire hagyjuk gyermekeinket a tömegkommunikációs média, a reklámok, a tévésorozatok, az online csatornák világában, ebben az esetben nehéz megtalálni a határokat. A tiltás semmiképpen sem jó. A tiltás egyben titok is, ami mindig jobban vonzza a gyereket, de a felnőttet is, mondta a szakember. A fiatalok valahol ösztönösen érzik azt egy idő után, hogy valami mégsem kerek, valami nem stimmel, akár csak a valósághoz való kapcsolódásba. Tehát egyrészt ebben a folyamatban segíteni kell őket. Mindenképpen megoldás az, hogyha a szülőnek, még ha kevesebb is az ideje, a szabad ideje, még hogyha nagyon leterhelt is, akkor is a gyereknek a fantáziájára épít, a gyereknek az elsődleges tapasztalására épít, és azt alakítja ki benne, hogy ne feltétel nélkül fogadja azt el, amit ő a különböző képernyőkön
szörnyökről, mint tartalom kap, vagy éppen mint megoldás kap, hanem igenis merjen kételkedni, merjen kérdezni, és mi pedig válaszoljunk is rá. Fontos, hogy a fiatalok és a felnőttek is tudatosan foglalkozzanak a mainstream kultúra alaposabb megismerésével, a streaming szolgáltatók gyártó kultúra teremtők jellemzőivel. Tudatosítsuk magunkban a vizualitás és az érzelmi tartalmak pszichológiai hátterét és a mindennapi értékrendünkre és gondolkodásunkra gyakorolt hatását. Az MCC Média Iskola kutatójának előadásából sokat megtudhattunk arról, hogyan manipulálnak minket a sorozatok, és mire kell figyelnünk, hogy ezt elkerüljük. 9 iskola 11 csapata indult az idén a Somogy vármegyei haditorna verseny bodrogi döntőjében. A középiskolás fiataloknak fizikai és szellemi, valamint tájékozódási képességeiket is igénybe kellett venni a feladatok teljesítéséhez. A legjobb csapat Somogy vármegyét képviseli majd az országos döntőben. Felén kijön, és irány a cél. Fegyver átad, indul a következő. Az akadályfutás az egyik nehéz pályák közé tartozott a megmérettetésem. A különböző állomások feladatai úgy lettek kitalálva, mint a hivatásos katonák gyakorlatain. 8 kötelező elem van, amiknek egy része természetesen közelít az a katonai feladatokhoz, amiket mi is végrehajtunk. Mondjuk azt, hogyha valaki később a katonai pályát választja, akkor egy picit belekóstolhat ezekkel a feladatokkal, hogy mi is vár rá a jövőben. Illetve van olyan, ami plusz elemként került be most a versenybe, a fekvő támasz verseny, ami szintén a fizikai felmérés, a állapot felmérésünknek része, tehát ezzel is bele tudnak kóstolni ebbe a katonai feladatokba, mondjuk így. Várjál! Vigyázz, légy, nem ledobni a végét! Átlúd ki a félvonalat, kapasztok! Fejes Anna Mária a kadét programban is részt vesz. Édesapja és nagyapja is katona volt, így számára is vonzóvá vált a hivatás. A versenyen most vett részt először, az akadálypálya számára is fárasztó volt. Folyamatosan figyelni kellett a szavakra, arra, hogy akkor most jobbra, balra, le a fejet, minden. Ezekre kellett legjobban figyelni. Meg hát arra ugye, hogy ne csusszak el. Igen, de balesetmentesen sikerült ez az egész. A fiatalok számára a verseny és a kikapcsolódás mellett a haditorna arra is lehetőséget ad, hogy közelebbről megismerkedjenek a honvédelmi hivatással. A toborzó irodában nagyon sok olyannal találkoztunk, akik azokból a középiskolákból jöttek hozzánk jelentkezni, akik részt vettek itt a haditornán. És mi itt plusz elemként, ugye, ahogy említettem, a fekvő támaszon kívül egy toborzó tájékoztató pontot is üzemeltetünk, ahol mondhatjuk úgy, hogy így a váltófutás előtt egy ilyen pihentető pont, de egyúttal toborzás szempontjából egy továbbtanulási tájékoztatót, illetve önkéntes tartalékos katonai szolgálattal kapcsolatos tájékoztatót tart a kollega a versenyzők részére. Az idei versenyt és ezzel a jogot az országos megmérettetésre ezúttal a Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági technikum szakképző iskola és kollégium tanulói nyerték. Második helyen a Fonyódi Bacsák, míg a harmadikon a Kaposvári Gépész egyik csapata végzett. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Futszálcsarnok épül Tolnán, folyamatban van az építkezés ütemezése. Komoly veszélyeket rejt az energiaital, fontos a figyelemfelhívás. Megelőzték az illegális találkozót, gyorsulási verseny megrendezését akadályozták meg a rendőrök Szekszárdon. Divatbemutatót szervezett a Dombóvári Középiskola. Bemutatkozott az Eszterházi Miklós Technikum a művelődési házban. Szombaton a hidegfront egy újabb hulláma érheti el az országot. A hajnal hideg lesz, gyenge légmozgással. A déli országrész fölé kevesebb felhő érkezik, nagyrészt napos idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad. Szombat estétől felerősödik a szél, és enyhe levegős sodor a térségbe. Vasárnap északnyugat felől egyre nagyobb területen fordul északnyugatira a fokozatosan viharossá erősödő szél. Változóan napos, felhős égbolt a valószínűbb, elvétve lehet szemerkélés, rövid zápor. Hétfőre legyengül a szél, napos, valamint erősebben felhős időszakok váltakozhatnak, ezért hűvös napra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb jövő héten jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!